Köszönöm szépen. Jurová biztos asszonyhoz van konkrét kérdésem. Ismeri-e Jurová asszony Beke István és Szőcs Zoltán kézdivásárhelyi lakosoknak a büntető ügyét? Ez egy jó példa arra, idézőjelben mondom, hogy jó, ami többször elhangzott, hogy tudniillik a politika pressziót gyakorol a büntető igazságszolgáltatásra, és a leggyalázatosabb bolsevik időket idéző módon a titkosszolgálatokkal összefonódva a politikum, az igazságszolgáltatást, a büntető igazságszolgáltatást, a bebörtönzést, előzetes letartóztatást használja fel a politikai célok megvalósítására. Beke István és Szőcs Zoltán esetében egy koncepciós büntetőper keretében 5 év szabadságvesztést kaptak olyanok, akik kizárólag a magyar nemzeti közösség emberi jogaiért harcolnak, ezért Románia politikai ellenfélnek tekinti őket és bebörtönözte. Te mit tud erről az ügyről, és mit tanácsol a hozzátartozóknak? Végül, de nem utolsó sorban, nem ismerem az említett személyeket, Morvai asszony. De a saját esetemre emlékszem 2006-ból. Azzal vádoltak, hogy korrupcióba keveredtem, korrupciós váddal illettek. Nagyon csúnya, mocskos, politikailag motivált ügy volt ez. És valóban egy média szőtte ezt a koholt vádat, és emlékszem, amikor börtönben ültem, egy pillanatra, egy másodpercre sem hittem el, hogy egy bíró a hazámban valóban börtönbüntetésre ítél, hogyha bírósági tárgyalásra kerül sor. Hittem az igazságszolgáltatás függetlenségében, de végül nem került sor vádemelésre sem, így bírósági tárgyalásra sem, mert az egész koholt vádak alapján történt. Emlékszem jól, paradox módon pont Románia ajánlott nekem munkát, amikor mindenemet elvesztettem. Nem megyek további részletekbe, de a családomra is borzasztó kihatással volt. Románia adott nekem új esélyt, számítottak a szakértelmemre, a tudásomra, úgyhogy én leszek az utolsó, vagy én lennék az utolsó, aki bármi rosszat tenne Romániával szemben. Ugyanakkor meg kell osztanom önökkel azt a véleményemet, hogy Románia esetében is előfordulhat az, hogy visszafordíthatatlan rossz változások következnek be. A jogállamiság rendszerszerűen sérülhet, amikor is az igazságszolgáltatás és a bírósági kar függetlensége kerül veszélybe. Elfogulatlanságuk kerül veszélybe. A CDM folyamat során én is részt vettem Romániával folytatott tárgyalásokban, és bizony aggasztó változásokat láttunk, és hát ezeknek tudható be, hogy eljutottunk oda, ahol ma vagyunk. A független igazságszolgáltatás, a független bírói kar a demokratikus állam egyik legfontosabb sarokköve, pillére. Évtizedek alatt alakul ki ez a függetlenség. Ez minden tagállamban egy hosszú folyamat eredménye, amelynek a végeredménye egy olyan kiegyensúlyozott alkotmányos rendszer, ahol nagyon erős, független igazságszolgáltatás bírói kar szolgálja a jogállamiságot. Ugyanakkor egyik napról a másikra lehet tönkretenni hosszú évtizedek munkájának eredményét. Ezt szeretnénk elkerülni Romániában. Folyik tehát a párbeszéd, ez egy le nem zárt vita. Egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy többet érdemelnek a román polgárok. Szakmai, technikai szinten folynak a tárgyalások. Remélem, hogy a politikai szintre is vissza tudjuk ezt terelni, és egy olyan pozitív párbeszéd folyik majd, amelynek eredményeképpen a pozitív változások és a reformok újra jó útra terelődnek. Köszönöm.